Williams Televízió. Pest megye önkormányzata az év végére egy értéktár kiadványt készít. A többi között ezt tudtuk meg az Üllőre érkezett Pest megyei értékek címet viselő vándorkiállításon és konferencián. Miután a vándorkiállítás és konferencia résztvevőit zenés műsorral köszöntötték, a megyei közgyűlés elnöke kijelentette, hogy a helyi értékekre építünk. Szabó István azt is elmondta, hogy nem minden helyi értékből lesz megyei érték, de azok is hozzájárulnak a Pest megyei brand kiépítéséhez. Egy évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy újra pozícionáljuk Pest megyét. Építünk egy Pest megye brandet. És ennek az építkezésnek fontos alapkövei ezek a kiállítások. El fogom mesélni, hogy mi is inspirált erre a döntésre, hogy egy Pest megyét újra kell pozícionálni. Kint voltam Ausztráliában, magánúton, és Melbourne-ben az ottani közösség meghívott az egyházközségük egy ünnepére, és egy nagyon szép tér, közösségi terek, templom, bemutatták azt, aki ezt finanszírozta, aki adta ehhez a telket és a forrásokat. Jandor Gyula vagyok, Zala megyéből. Na ez így elég furcsa volt, nagyjából több ezer kilométeres távolságról, és megkérdeztem, hogy és hogy van ez, Gyula bácsi, hogy te itt Zala megyének gondolod magad, és mondta, hogy édesfiam, két ember van a világon. A zalai, majd aki azt szeretne lenni. Mindezt úgy, hogy a Gyula bácsi 49 óta él kint Ausztráliában. És hát rájöttem arra, hogy ekkora bokápatriotizmus, hát ez egy csoda, ezt le kell másolni. És amikor én lettem az elnök, akkor ezt elmeséltem a közgyűlésben és a frakcióban, és ők is úgy látták, hogy van tere annak, hogy mi is ilyen büszke pestmegyei közösségé váljunk, de ahhoz, hogy ez megteremtődjön, ehhez szükség van eszközökre, alapokra. Ezek voltak azok, amikor úgy döntöttünk, hogy a kormány által 12-ben meghozott törvény kihasználva erre építkezünk. Ez az értéktárak megteremtésének a lehetősége. És mi felállítottuk egy értéktárat, elkezdtük működtetni, elkezdtük tartalommal megtölteni, de ugye Pest megye az 187 település. Tehát nem nekünk kell kitalálni azt, hogy mi Pest megyében az érték, hanem az adott közösségeknek kell megtalálni a saját értékeiket, és ki fog derülni, hogy milyen fantasztikus érték van a Pest megyében. A megyei bizottság elnöke már a beérkezett javaslatokról és elfogadott kulturális értékekről is beszélt. A magyar politikai életben egy üdeszínfoltot képviselünk, mert ez egy olyan bizottság, ahol tényleg merem azt mondani, hogy abszolút a szakmai munka, ami prioritásra bír, és mindenki, aki a bizottságnak a tagja, az úgy került oda az ő delegáló szervezet részéről, hogy érez egy fogékonyságot iránt a téma iránt. 150 javaslat érkezett már be a megye területéről, és ebből 110, ami megyei értékként nyilvántartásba kerül. Ez nem a számoknak a versenye, mindig el szoktam mondani, hiszen nem az a lényeg, hogy most darabszámban az első helyen álljunk az országba, bár úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép, és a megyének a kulturális életét, értékeit tükröző számsor, amiről most beszélhetek. És van egy másik érdekes szám hozzá, az pedig az, hogy 36 településről érkeztek be ezek a javaslatok az megyei értéktár számára. Televíziónk megtudta, hogy Pest megye önkormányzata az év végére egy értéktár kiadványt készít, miközben megkezdte a gasztronómiai értékek összegyűjtését is, ahová elsőként az acsai ganca, vagyis egy kása étel került be. 2012-ben létrejött törvény a Nemzeti Értékek Védelméről és Hungarikumokról tette lehetővé azt, hogy az elmúlt 3 évben közösségek értéktárakat hozzanak létre. Szerencsére Magyarország minden megyéje az első között kapcsolódott ehhez.
Igazából a megyékre vár és várt a feladat az elmúlt időszakban, hogy a településeket mozgósítsák egy hungarikum mozgalom megvalósítása érdekében. Pest megye az elsők között kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz, de talán a 2014-es év volt számukra egy áttörés, amikor valóban érezhették azt, hogy a helyi közösségek csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon fontos, hogy a döntéshozók első kézből kapjanak információkat. Ez egy olyan törvény, aminek nem volt korábban előzménye. Ilyen szabályozás nincs. Ráadásul egy önként vállalt feladat, amihez nem járul állami forrás. Tehát egy helyi döntéshozóban valóban kell, hogy motiváció legyen, hogy ilyen értéktárat létrehozzanak. Pest megye elindult ezen a folyamaton, ahogy elnök úr is elmondta, az építkezés folyamata zajlik. A Földművelésügyi Minisztérium megyei értéktár bizottság támogatási rendszere hozzájárult ahhoz, hogy ilyen kiállítások valósuljanak meg, hogy háttéranyagok jöjjenek létre, hogy rendezvényeket tudjanak létrehozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az építkezés innentől kezdve folyamatos lesz. Mennyire nehéz ezt fenntartani, illetve továbbvinni? Elkezdeni volt nehéz. Azt gondolom, az első időszakban főleg a jogszabály újdonsága miatt komoly ráható erő kellett arra, hogy egy-egy polgármester a saját képviselőtestületét meggyőzze arról, hogy vállalják ezt a feladatot, hogy közösséget hoznak mögé létre, és elinduljanak. Most már egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, azt tapasztalom, hiszen most már nem elsősorban a mi elmondásunk jelenti a mozgató rugót, hanem a szomszéd település működő helyi értéktára. Ha azt látja valaki, hogy a mellette lévő településen rendezvényeket szerveznek, közösséget valósítanak, meg elkezdték az értékgyűjtést, akkor felvetődik benne az, hogy lehet, hogy nekünk is kellene ilyet csinálni, és nem elsősorban bennünket, korábbi döntéshozókat kérdeznek meg, hanem annak a településnek a polgármesterét, hogy érdemes volt-e létrehozni, nekünk is lehetne ilyet csinálni. És ha ott van egy igenlő válasz, már pedig az esetek jelentős többségében van, akkor most már sokkal könnyebb a megvalósítás. Amiben mi tudunk segíteni, az a módszertani segítség, ennek pedig állunk elébe minden esetben. Nagyon kevés szervezettség kell ahhoz, hogy egy jól működő értéktárat létrehozzanak helyben, úgyhogy ennek így ilyen formában nincs akadálya. Konferencián kihangsúlyozta, hogy bár értékekről beszélünk, hagyományokról, azért a fiatalokat is be lehet vonzani. Igen, nekünk van ilyen tapasztalatunk, minden településen találtunk olyan fiatalokat, akiket érdekeltek az értékek. Elsősorban Veszprém megyében építkeztünk ezen a területen, de már vannak Fejér megyei, Bács-Kiskun megyei és Heves megyei csoportjaink is. Azt kell róluk tudni, hogy ezek a fiatalok önkéntesen a szabadidejükben mindenféle térítés nélkül végzik ezt a tevékenységet és örömmel végzik. Igazi közösségeket alkotnak már az értékgyűjtés mentén, és azt tapasztaljuk, hogy minden nap többen vagyunk. Azt pedig nekünk érdemes végig gondolni, hogy ezek a fiatalok lesznek egy következő időszak döntéshozói, polgármesterei, önkormányzati képviselői, civil szervezetek vezetői, és hogyha bennük megvan az igény az értékek megbecsülésére, akkor azt gondolom, hogy a Hungarikum mozgalom folyamatossága az biztosított. A megyei értéktárbizottság szakmai tanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy nem minden helyi érték kerül be a megyei értéktárba, majd bemutatta, hogy melyek azok a fórumok, kiállítások, szakmai vásárok, ahol a megyei értékek meg tudnak jelenni. Miután fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az értékeket a mindennapokban is ismerté kell tenni, az etnográfus szerepéről, hálás feladatáról is beszélt. Hosszú ideig az volt a Pest megyei értéktárbizottság problémája, hogy rengeteg pályázatot kapott, és igazából ezeket nem tudta szakmai szempontok alapján csoportosítani, illetve megszűrni. Én azt a felkérést és azt a munkát, azt a feladatot kaptam és vállaltam, hogy szakmai szempontok alapján készítsek rövid, közérthető ajánlásokat ezekről a pályázatokról, és szakmai szempontok alapján indokoljam meg, hogy mondjuk valamilyen pályázatnak milyen kulturális, építészettörténeti, történeti, néprajzi, gasztronómiai vagy egyéb szakmai megalapozottsága van. Mennyire nehéz, illetve hálás feladat ez?
rendkívül hálás feladat, mert rengeteg olyan dologgal és rengeteg új ismerettel gyarapodom, megismerkedem meg én is, amit éppen nem tudtam, és engem is igazából ráébresztett arra, hogy Pest megyének a legismertebb, országszerte is valószínűleg a mindenki közt, az emberek köztudatában benne lévő értékeken túl hány olyan értéke van, amivel egész egyszerűen gazdagítani lehetne a megyét. Itt fontos megjegyezni azt, hogy Pest megye óriási kiterjedésű. Tehát ha Pest megyéről beszélünk, akkor az Alföldtől a Börzsönyig, vagy a Csepel-szigettől a Cserhát aljáig terjedő hatalmas terület beleértendő, ahonnan rengeteg értékes, színes, és tényleg olyan értékre kapunk javaslatot, vagy rengeteg olyan pályázat érkezik, amelyek mind-mind azt mutatják, hogy nagyon-nagyon sok olyan nem is feltétlenül eldugott pontja van a megyének, ahonnan kiváló értékek kerülhetnek be az értéktárba, de ezekről egész egyszerűen nem tudunk, és nincsenek, nem ismertek a széles nyilvánosság előtt. Laza István, az Üllői Település Értéktárbizottság elnöke elmondta, hogy 30-40 évvel ezelőtt még az is felmerült, hogy a települést megszüntetik a repülőtér terjeszkedése miatt. Ehhez képest a város most már számba tudja venni értékeit. Ez bizonyítja az is, hogy Doberdói Bánlaki József munkássága immár a megyei értéktár része lett. Williams Televízió.